Az egész megyéből érkeztek tanárok a miniszterelnökség információs napjára, hogy aktuális információk birtokában tudjanak pályázni a határtalanul programra. A Bonyhádi Széchenyi István általános iskolából az elmúlt 7 évben több mint 300 diák jutott ki Erdélybe a program keretében, és 14 millió forintot nyertek erre a célra. Nagyon fontos számunkra, hogy megismerik a határon túli történelmi környezetet, a földrajzi környezetet, ezért mindig váltakoztatjuk ezeket a megismerési folyamatokat. Mellette adománygyűjtésekkel foglalkoznak a kollégák is, Bőte Csabának az egyesületét vagy alapítványát látogatják meg minden évben, és ez nagyon nagy szülői és tanulói összefogás, mert rengeteg könyv, tartós élelmiszer kerül nagyon-nagyon jó helyekre. Ezzel is érzékenyítve a gyerekeket arra, hogy a közösségért szerepet kell vállalni, tisztelni kell a határon túli honfitársainkat, és segíteni kell őket. A szervező azt mondja, mindig valamilyen tematika köré építik az utazásokat. Tavaly a történelmileg fontos helyszíneket látogatták végig Erdélyben, azelőtt pedig a magyar irodalom szempontjából jelentős helyszíneket vették sorra. 2012-ben, 7 évvel ezelőtt hallottunk erről a lehetőségről, hogy a határtalanul program keretében magyar lakta területekre vihetjük el a 6. évfolyamos diákjainkat. Mi éltünk a lehetőséggel, és azóta is minden évben a 7. gyerekekkel felkeressük Erdélyt. Úti célul Erdélyt választottunk, hiszen kiépítettünk kapcsolatot testvériskolákkal. Nagyon-nagyon szerencsés az a gyerek, aki eljut ezekre a területekre, mert lehet, hogy soha az életében nem jutna el nélkülünk, illetve pályázat nélkül ezekre a területekre, de van olyan tanuló is, aki a családjával később visszalátogatott. Mindig hasonló az úti programunk, de egy kicsit más szemszögből valósítjuk meg. Nagyvárad, utána Kolozsvár, Torda, Torockó gyönyörű részeire látogatunk, megnézzük a Sóbányát, Kolozsváron Mátyás király emlékhelyeit, szülőházát, illetve a főtéren rendhagyó történelemórát tartunk a gyerekeknek, és egy tranzitszállás beiktatásával megyünk a nagyobb körútra. Székelyudvarhelyen szokott lenni a szállásunk, és onnan csillagtúraszerűen látogatunk a Gyilkostóhoz, a Békásszoroshoz, Csíksomlyon. Volt olyan év, amikor szerencsénk volt, és egy misét is végigülhetünk. Zetelaki általános iskolával közös programot is szoktunk megvalósítani. Táncház, volt olyan, hogy közös szavalási versenyt rendeztünk, túráztunk, lovaskocsiztunk, felejthetetlen élmény ez a gyerekeknek. A határtalanul program elindulása óta 9 év telt el, ez idő alatt 300 ezer anyaországi diák látogatott el a határon túlra. Az államnak az a célja, hogy ez a szám tovább nőjön, ezért idén 5,6 milliárd forintot szánnak a programra. Továbbá kibővítették a pályázók körét. Mostantól ugyanis már középiskolások is pályázhatnak, továbbá megkönnyítették a pályázás feltételeit, és nem kötelező utazási irodát sem bevonni az út szervezésébe, mondja Potápi Árpád János nemzetpolitikáért felelős államtitkár. Az a célunk, hogy minél több magyarországi diák tudjon egy határon túli régióba ellátogatni iskolai keretek között a kormány támogatásával, illetve az a célunk, hogy lehetőleg magyar diák úgy az iskolarendszert ne hagyja el, hogy ilyen keretek között ne látogatott volna el legalább egyszer egy határon túli magyar területre. A programnak egyik újdonsága az is, hogy most már a középiskolákat is próbáljuk ebbe bevonni, illetve határon túli magyar iskolásokat is vonunk be a programba. A programra az iskolákon keresztül osztályok jelentkezhetnek a Bethlen Gábor alapkezelő ZRT honlapján március 1-től. A pályázatokat április végéig lehet benyújtani.